A jelenkor nagyon sokat köszönhet azoknak az elődöknek, akik mai állapotáig építették bátaszéket, fogalmazódott meg a város képviselőtestületének ülésén. Ebben a munkában kiemelkedően sokat vállaltak azok a népcsoportok is, akik a történelem viharában találtak új hazát a településen, így a németeknek is, akik az 1700-as évektől vannak jelen bátaszék életében. Az önkormányzatnak mindig jó kapcsolata volt azokkal a civil szervezetekkel, akik bátaszéken dolgoztak és tenni akartak a közösségünkért, és közéjük tartozik egyrészt a Német Nemzetiségi Egyesület, és későbbi időszakban ugye önkormányzati rendszer mentén a Német Kisebbségi Önkormányzat, hiszen ők együttműködve, úgymond karonfogva egymást, nagyon sok olyan értéket hoztak létre bátaszéken, amelyekre méltán vagyunk büszkék, többek között a tavaly esztendőben átadott tanúsvény. És most egy újabb állomáshoz értünk, akkor, amikor a Német Egyesület és a Német Önkormányzat gondolt egy nagyot, és azt az elképzelést kezdték el megvalósítani, hogy bátaszéken egy kulturális, német kulturális központ jöjjön létre. Összedugtuk a fejünket, bátaszéken a civil ház, ahol jelen pillanatban állunk, korábban is közösségi feladatokat és közösségi célokat szolgált volna ki, ezért adott volt, hogy itt kéne létrehozni ezt a kulturális központot. Egy regionális találkozási pont nevű pályázatot nyertünk a Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériumánál. Pályázatnak a lényege, hogy egy olyan regionális találkozási hely valósulhasson meg itt bátaszéken, mely tartalmazna egy könyvtárat, tehát mindenképpen kultúrával is foglalkozhatunk, egy ifjúsági gyerekkönyvtárat és egy felnőtt könyvtárat is, ahol akár óvópedagógiai foglalkozásokat is lehet tartani, iskolai foglalkozásokat is, tehát honis népismereti óra keretén belül is ide látogathatnak bátaszékre, nem is feltétlenül csak a bátaszéki diákoknak szól ez, hiszen regionális találkozási pontról beszélünk, illetve egy olyan konferencia terem lehetőségét látjuk, ahol ha reményeink szerint minden meg tud valósulni, akár a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata kihelyezett üléseit is tarthatja. A jelenlegi forrás 63 millió forintról szól ennek az épületnek a felújítása, ez volt az árajánlat. Hát most úgy gondoltuk, hogy ehhez a forráshoz mi társadalmi munkával szeretnénk hozzájárulni, amit mi meg tudunk oldani, azt saját erőből, azt mindenképpen megoldjuk, tehát ebből tudnánk mi csökkenteni ezt az összeget. Jelenleg a tervezés fázisában van a beruházás, hiszen elkészülte után több funkció betöltésére is alkalmasnak kell lennie. Odáig jutottunk, hogy nagyon nagy számokat láttunk a megbeszélés kapcsán. Akkor döntött a képviselőtestület arról, hogy próbáljunk más lehetőséget találni a célnak a megvalósítására, vagy más helységet. Ezek után gondoltunk még egy merészebbet, hogy próbáljuk azt elősegíteni, hogy a Német Önkormányzat és a Német Egyesület a saját tulajdonában lévő ingatlan felújítására próbáljon forrásokat szerezni. Ezért döntött úgy a képviselőtestület az elmúlt ülésen, hogy a tulajdonjogát, ennek az épületnek a tulajdonjogát átengedi a bátaszéki Német Nemzetiségi Önkormányzatra. Annak érdekében, hogy a terveik megvalósításához minél több külső forrást tudjanak adni. Természetesen a városunk is az elkövetkező időszakban is partner kíván lenni ennek a célnak a megvalósításában. Erejünk közmérten próbáljuk majd segíteni, hogy a felújítás minél gyorsabban meg tudjon valósulni, és akkor egy olyan közösségi teret tudunk létrehozni, ami kiszolgálja majd a német nemzetiségi hagyományok további ápolását, a nyelv és a kultúra további fejlesztését, illetve kiszolgálja a bátaszéki egyéb közösségi céloknak a megvalósítását is. Elsődleges szempont ennek az épületnek az átalakításakor, hogy legyen egy saját klubhelyiségünk, ahol klubfoglalkozásokat tarthatunk, vezetőségi üléseinknek teret adhat, illetve közgyűléseinknek is adott esetben. Talán még ennél a teremnél is egy még fontosabb szerepet szánunk a próbateremnek, ahol a Heimattanz csoportunk tarthatja heti rendszerességgel, vagy akár hetente többször is a próbáit. Egy konditeremnek is helyet tud adni ugyanez a terem, illetve ha szükségeltetik, akkor a fúvózenekarunk is itt megtarthatja a próbáit. Bízom benne, hogy ez akár mint egy gyöngysor,
működhet itt Bátaszéken, hogy egyes gyöngy elemek, tehát egyes elemek tanösvény, tájház és a Német Nemzetiségi Ház is egy ilyen gyöngy lesz ezen a gyöngyfüzéren. A Német Egyesület és a Német Önkormányzat azt tervezi, az idei év végére befejeződik a tervezés, és tavasszal elkezdődhet az épület átalakítása.